árverésen. Az ellenzéki pártok tüntetést szerveztek az árverés helyszínére, mert szerintük jogi nonsens, hogy per alatt álló állami földeket akarnak értékesíteni. Az Együtt szerint, ha eladják a földeket, egy-két éven belül nyomor lesz Mezőhegyesen és környékén. Az önkormányzat is elesik 50-100 millió forint adóbevételtől, amelyet valamilyen módon pótolni kell, különben összeomlik ott az oktatás és a szociális ellátórendszer. A Fidesz szerint az ellenzék a magyar gazdák ellen tiltakozik. Szigetvári Viktor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy mezőhegyesi földrész elkelt, akkor ez, hogy a többi nem, akkor az sikernek? Tehát önök akadályozták meg, hogy a többire nem volt jelentkező, vagy meghiúsult? Nem akarnék olyan politikussal válni, amely minden ilyen valamilyen értelemben kedvező fejleményt a saját részvételének tud be. Nem. Őrülten drágán nagyon nagy földparcellákat adtak el ma, akartak eladni ma, és még az elkövetkező napokban lesznek mezőhegyesi földeket érintő értékesítések. Négy nagy területet értékesítettek, amelyek közül a legdrágább kikiáltási ára 430 millió forint volt, amelyben a nézők nem biztos, hogy tudják, csak a beugró, tehát ha valaki el akar indulni, akkor letétbe kell helyezni a 10%-át a kikiáltási árnak, tehát egy könnyed 43 millió forintot kellett volna egy olyan kis gazdaságban dolgozni akaró rendes magyar gazdának letennie, aki itt ebből akarna élni. Azt tudom önnek mondani, hogy a hírek ezt nem kapták fel, csak ilyenkor fontos, hogy az ember ott van a terepen, hogy az úr, aki elvitte, ajánlatot tett az első licitnél, nem emelt, mert egyedül licitál, 162 millió forintért talán azt a nagyobb földterületet a négyből. Ő azért vette meg, én nem tudom, hogy fogja fönntartani, gondolom hitelből, mert ő az az ember, aki Mezőegyesen és környékén, Békés megyének és Csongrád megyének is a mezőgazdasági pilóta, nem? Mezőgazdasági pilótája. Ő az, aki permettez, és gondolom ezt a szolgáltatást kínálja azon a piacon, amely hát eltart Magyarországon jó pár embert, és konkrétan kiírták földpályázaton értékesítésre az ő kifutó pályáját. Most ezt értsük meg, hogy ő azért akarta ezt megvenni, mert ő ebből él 30 éve, egy ideig ő volt az állami tulajdonos. Tehát gyakorlatilag kifutó pályát vett most magának. Hát egy jó nagy kifutó pályát, mert nyilván nem azt a kis szelvényt, amelyről 54 hektáros területet, igen. Igen, de hát hogyha így írták ki, akkor szegény mit tud csinálni. Én nem ismerem őt, ott láttam ezt az urat, nyilvánvalóan megfontolt, hogy mit tett, és gondolom valamit, hogy megpróbál ezzel kezdeni. Ő korábban állami alkalmazott volt, meg aztán dolgozott sok fel, aztán privatizálták az ő szolgáltatását, és ebből gondolom megélt, nyilván ez a dolga. De azt, hogy ő azért kelljen, hogy ebbe beleszoruljon, mert az állam egyszer csak nem hogy bérleti konstrukcióval, hanem a tulajdonviszonyokba fölülről erőszakosan belenyúl, vagy ekkora parcellát értékesít, az elfogadhatatlan. Én annak nem tudok körülni, hogy ezek nem sikerültek, nyilván ez talán esélyt teremt arra, hogyha a kormány meg akarja menteni mezőhegyesi termelési módot, akkor így van esély. A legjobb az lett volna, ha visszavonják a pályázatokat. De hogy van esély? Hogyha eladják, úgy van nem, esély? Úgy van esély, hogyha nem adják el. Tehát ennek lehet örülni, csak a legjobb az lett volna, ha már nem is indítják le ezt a folyamatot. A legnagyobb probléma ebben az, amire talán a beszédében Gögös Zoltán utalt a Magyar Szocialista Párt részéről, hogy egyrészt per alatt vannak ezek a földek, még a korábbi pályázat, bérleti pályázatok miatt, másrészt, és ez is nagyon fontos, hogy azért azt látni kell, hogy a mezőhegyesi termelési mód, amelyről a Fidesz hetet havat összehord, az egész egyszerűen 4000 hektár alatt nem működőképes, itt sose voltak kisbirtokok, mi az Együttben azt gondoljuk, hogy középen kell ülni ebben az ügyben, kellenek kisgazdaságok, kellenek piacképes nagy birtokok, mezőhegyes éppen egy nagy birtok, azt egybe kellene tartani. Az, hogy valami per alatt van, nevezetesen az a föld, amit most eladnak valakinek, az mondjuk annyira szerintem az értékét nem növeli, vagy az érdeklődést a föld iránt, hogy most valaki megvesz egy olyan földet, ami per alatt van. De hát ez a mai napon Kishantoson sem volt zavaró tényező, illetve ott nem volt zavaró tényező. Tehát azokat a földeket, azoknak a sorsát is vitatják, de ott is elmentek, illetve ott elmentek a földek. Igen, nem, én szörnyűséges tragédiának tartom, ami Kishantoson történt. Ugye ott egy inkább máshogyan erős munkaintenzitású, alapvetően biogazdálkodás folyt kiváló színvonalon világszerte, Európa szerte. Híres színvonal, amit hát most visszacsinálni se lehet, ugye, hiszen ott most elkezdtek rögtön vegyszerezni, illetve más termelési móddal próbálkozni. Mezőegyesnél ez még nem történt meg. Én nem tudom, ott mekkora táblákat írtak ki, de utaltam rá, itt most négy nagy területet írtak ki. Az egyik az egy 6 milliós volt, arról azt mondták, hogy egyszerűen nem olyan helyen volt, hogy érdemes lett volna arra pályázni. A másik az meg 100 milliós, meg 400 milliós volt. Egészen egyszerűen a Fidesz itt önmagát hazudtolja meg, mert azok a tulajdonba kerülni akaró
még akár nem is feltétlen fideszes gazdák, akik ebben látnak befektetési lehetőséget, nem tudnak előrántani még akár bankhitellel támogatva se ennyi pénzt, ráadásul Mezőhegyesen, ez egészen egyszerűen nem fog működni. Már az is bűn volt, hogy két körben 3000 hektárt a Ménes birtok alól bérbe pályázattal kiadtak. Én nem ellenzem egyébként a földpályázatokat, ha tisztességgel vannak csinálva. Az értékesítésnek se vagyok ellenfele, mert egyébként néha kell az állami vagyont értékesíteni. Ez, amit most csinál a Fidesz, ez a tulajdonviszonyok átrendezéséről szól, ezt el kell utasítani. Viszont a mai akció az ellenzéki pártok tiltakozása kapcsán a Fidesz egy közleményben azt közölte, hogy a mezőhegyesi Ménes birtok sok más állami vagyonnal együtt magánkézre birtokot, önök, mármint hogy a bűnös ellenzék akkor, amikor hatalmon volt, magánkézre játszották, és ma is csak azért tiltakoznak, nehogy a magyar gazdák vásárolhassák meg a termőföldeket. Úgy állapítsuk meg, hogy a Fidesznek a magánosítása csak akkor van baj, hogyha nem az ő haverjai, vagy volt haverjai veszik meg azokat a mezőgazdasági termelőegységeket. Én nem voltam benne abban a privatizációs döntésben. Amennyire tudom, egy olyan tulajdonos kapta meg ezt a mezőgyesi Ménes birtokot, annak nem a lótartással, hanem a tejtermeléssel és egyébként alapvetően kukoricavetőmag termeléssel foglalkozó részét, aki évente 6 milliárdos árbevételt termelt, fenntartotta a profitabilitást, növelte is azt, körülbelül 1,5 milliárd forintnyi bért fizet ki évente ott a településen élőknek, több mint 1000 ember megélhetését biztosítja. Iparűzési adó és egyebek. Így van, ebben a stúdióban ült a polgármester, a Mityko Zsolt úr, aki elmondta, hogy ebből a települése közvetetten is és közvetlenül is él. Vannak biztosan kizsákmányoló mezőgazdaságban dolgozó emberek, és én még azt is gondolom, hogy lehet, hogy Kun Mihály is hibázott az életében. Azt azért tudni kell, hogy amikor 2010 után az jég, nem az eső, elnézést, elvert ott sok mindent, még most is látszik Mezőhegyes szerte, hogy cserepeket tört össze a jég, azt gyakorlatilag a cég maga hordta ki, részben egy értékesítéssel, amit francia tulajdonosoknak adtak át egy termelőegységet. Magyarul ő nem az államtól kapott akkor segítséget, hanem, és nem is leszerelt és elvonult, hanem megtette, amit kennie kellett. Nem gondolom, hogy ez a privatizáció elhibázott volt, az viszont nagyon fontos ebben az ügyben, hogyha mintagazdaságot csinál a Fidesz, akkor azt a mintagazdaságot viszont csinálja komolyan, mert el lehet üldözni Kun urat, el lehet. A mintagazdaságot 4000 hektár alatt nehogy megmerje alakítani a Fidesz, mert az akkor semmi értelme lesz. Hát nem mindegy, hogy olyan, mint a gazdaság, vagy mint a gazdaság. Köszönöm szépen.